1990-ben végre összeomlott a kommunizmus, és amikor az utolsó szovjet katona elhagyta Magyarországot, szinte mindenki abban bízott, hogy Szilov parancsnok távozásával a teljes szocialista örökségtől is megszabadul hazánk. Nem ez történt, hiszen a kommunistából balliberálissá avanzsált oldal hatalmas helyzeti előnyből vágott neki az első szabad parlamenti választásnak. Egész egyszerűen az történt, hogy a kommunizmusban felhalmozott hatalmi struktúrákat politikai, gazdasági tőkévé kovácsolta a 90-es években. Ők uralták a médiát, a közbeszédet, a gazdaságot, a politikát, lényegében mindent Magyarországon. Egészen 2010-ig kellett arra várni, hogy egy antikommunista politikai erő kétharmados felhatalmazást kapjon, és végleg új időszámítás kezdődhessen Magyarországon. Kedves barátaim, nem egyszerűen arról van szó, hogy Magyarországon megtörtént a hatodik szabad választás. Sokkal nagyobb dolog történt a mai napon Magyarországon. Ma forradalom történt a szavazófülkékben. A balliberális oldal óriási vereségét követően sokan abban reménykedtek, hogy Gyurcsány Ferenc és Slepje végleg eltűnik a politika színpadáról. Azonban nem ez történt. Hiába telt el 9 év, hiába a legújabb vereség az EP választáson, a sorozatos bukások ellenére a régi idők szellemei továbbra is itt vannak közöttünk. Egy egyre szűkülő tortaszelet morzsáiket zajlik most az ellenzéki oldalon az éhező viadala, és az ellenzék romjain Gyurcsány Ferenc mászik fel. A sokat emlegetett ellenzékváltás 2019-re megtörtént, azonban nem lett új ellenzék, csak az eddigi erőviszonyok alakultak át. Mára ki lehet jelenteni, hogy a demokratikus koalíció lett az új MSZP, a Momentum pedig az új SZDSZ. A csomagolás új, azonban az ízvilág még mindig a régi. A poshat aromából hamarosan újabb kóstolót kaphatunk a közelgő önkormányzati választásokon. Már most borítékolható, hogy lesznek közös jelöltek, lemondások és visszalépések, ahogyan az is biztos, hogy az ellenzék élére Gyurcsány Ferenc állt. Hiszen a kommunista nem vész el, csak átalakul.